McDonald's Bringamania program 2010 óta az eddigi 22 eseményén több mint 47 ezer bringást mozgatott meg. A szervezők most még magasabbra tették a lécet, az ország legnagyobb kerékpáros eseményét szervezték meg a Mátrában. A kétnapos, több kerékpáros szakágat is bemutató sportfesztiválnak Gyöngyös, Sástó, illetve a Mátra útjai adtak otthont 2013. augusztus 31-e és szeptember 1-e között. A fesztivál hétvégéjén 7 eseményen próbálhatták ki magukat a bringázás szerelmesei, de a szervezők azoknak is tartogattak programot, akik csak aktív hétvégi kikapcsolódásra vágytak. A Bringamania Fesztivál első napján szombaton délelőtt a rosevelo.hu kékesi csúcstámadáson az országúti szakák szerelmesei pattantak nyerekbe és tekerték le a Gyöngyös és Kékestető közötti rövid, de annál izzasztóbb távot. A csúcstámadás 5. alkalommal került megrendezésre, ahol idén az elit felnőtt kategória számára ezúttal külön pénzdíjas versenyt szerveztek a csúcstámadásra megegyező útvonalon Kékes nagydíj néven. Gyakorlatilag az elején arról szólt, hogy nyélen kellett mennem egy sok kilométeren keresztül, hogy fölzárkozzak az élbolyra. Az nagyon nem esett jól, utána egy kicsit próbáltam megpihenni, azt gyakorlatilag Mátrafüred után még egy kilométert úgy mentem a többiekkel, azt utána előreálltam tempót menni. Onnantól kezdve szinte végig saját tempóba jöttem. 39 percen belül mentem. Ezzel megdöntöttem a tavalyi saját csúcsomat, ami akkor még 40 fölött volt. Nagyon elégedett vagyok, ez engem is meglepett, hogy ilyen jó időt mentem. Ugyancsak szombaton zajlott a gyors és technikás pályákat kedvelő versenyzőket megcélzó Mountain Bike Magyar Nagydíj. Az izgalmas 2 kilométernél is rövidebb pálya a mesterséges tavak feletti fahidakon és a quad pályák nyomvonalán is áthaladt. A Cross Country Challenge sorozatba illeszkedő Mountain Bike Magyar Nagydíjra az amatőr bringásokat is várták, hiszen számukra könnyített pályán szerveztek futamokat. Hát így azért nehéz ott motiválni magam így a kékes egyéb, de kicsit rakoncátlan volt a bicó, ledobta a láncot, aztán... Hónapira egy kicsit nyújtam. Persze, kicsit szoktam a terepet, az nekem sose baj, de nagyon jók ezek a lefelék, annyira tetszettek kis csiki-csuki minden, úgyhogy jó volt. Csak azért még a kanyarodásos ott teren az nem túl, hogy is mondjam, dicséretes. Évről évre egyre több gyermek próbálja ki magát a Mátrában. Tavaly már több mint 100 fős mezőnnyel indult a gyermekek versenye. Ez idén sem volt másként. A hagyományoknak megfelelően a szombat délutáni gyermekversenyen a korosztályoknak megfelelő pályákon startolhattak el a 4 és 14 éves kor közötti fiatalok. Akikben kevésbé dúlt a versenyszellem, vagy nem elég gyakorlottak, azoknak értékes programnak kínálkozott a fesztivál keretei között szervezett, a természetjáróknak szóló konferencia. Az erdőtlen idei módosítása a mi életünket és minden mountain bike-os életét erősen befolyásolja. És azt szerettük volna ezen a konferencián bemutatni, hogy első kézből, hiteles szájából, hiteles arcoktól hallják a bringások azt, hogy mik változtak, mik a szabályok, mit lehet és mit nem lehet a jövőben az erdőben tenni kerékpárral. A fesztivál második napján vasárnap startolt az idén 12. alkalommal megrendezésre kerülő 1500 fős nevezői létszámmal büszkélkedő Mátra Maraton. A 90-60 és 32 kilométeres távok mezőnyei 20 perces különbséggel rajtoltak, először a hosszú táv, utána a rövid táv, majd a középtáv startolt el. A McDonald's Bringamania Fesztivál ideje alatt ez volt a második alkalom, hogy a bringások meghódították a kékest, hiszen a szombati országúti csúcstámadás után a Mátra Marató hosszú és középtávjának indulói is feltekertek az ország legmagasabb pontjára. Nagyon kemény volt az egyik legkeményebb versenyem. Most idén talán a legkeményebb maraton, múlt héten meg a legkeményebb cross country volt, úgyhogy... De nagyon örülök neki. Nem sok esélyt láttam a verseny elején a győzelemre, de
de küzdöttem végig, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült. A maratonnal egy időben a célterületen látványos duátriál Mátra kupán szurkolhattak a nézők, érdeklődők. A helyszín adottságait kihasználva a sziklák között és farönkökből ácsolt mesterséges akadályokon ugráltak és egyensúlyoztak a sportág legjobbjai. Az eredményhirdetések után zárásként a háromszoros világbajnok Kun Ádám szórakoztatta egyedülálló trükkjeivel a közönséget.